Az Aggteleki Nemzeti Park Magyarország egyik legmesebelibb és legszebb tája. Itt az egymástől elő dombok és erdők között kristálytiszta források vágnak utat maguknak. A Nemzeti Park címerállata a foltos szalamandra. Nem véletlen, hiszen ezen a tájon az ország többi részétől eltérően mindig kellemesen hűvösebb és tisztább a levegő. Az ország egy távoli pontján, a fővárostól közel 300 kilométerre kell elutaznia annak, aki részese szeretne lenni Aggtelek felejthetetlen élményeinek. A friss és hűvös levegőt az egészséges buja élénkszínű növényzet is jól mutatja. Egy évvel és egy természetfilmnek a leforgatásával később tértünk most vissza Aggtelekre, ami most is érdekes és mindig ad valami újat. Útközben több olyan településre is találkozhatunk, mint Jósvafő, ahol egy tiszta vízű patak kimondottan erre a hegyes tájakra jellemző frissítő hideg zuhatakként vágja félbe a falut. Ezzel jó vízellátást biztosít a növényzetnek, és nem minden falvat átszelő patakban úsznak sebes pisztrángok szembe az árral. Nagy vízhozamú és megállíthatatlanul gyors források hömpölyögnek itt egy völgyben. Egy évvel ezelőtt itt tapasztaltuk, hogy akár délig is simán aktív a szalamandra állomány az úgók közelében. De most éppen később érkeztünk, mint tavaly, és ezért most szalamandrát nem láttunk, de igazából nem is azért jöttünk, hanem minden egyéb más miatt. Ha követjük a víz útját, a források és patakok egy gyönyörű, türkis színű tengerszemben egyesülnek, amiben és ami körül kimondottan nagy az élet. Nagyméretű és kifejlett hímszitakötők táncát nézhetjük, ahogy rivalizálnak a nőstény felett. Ezek sávos szitakötők. Mára jóval ritkábban fordulnak elő, mint a faj többi változata. A szitakötők érdekes mozgásának oka, hogy csak látásuk az egyetlen lehetőségük a külvilág észlelésére. Nem hallanak és nem kommunikálnak szaglás útján sem. A látványos tánc akár órákig is tarthat. A nőstény ritka esetben ül a víz közelében, de ha mégis a lelkes jelentkező közelében marad, azzal tovább inspirálja és ingerli a rivalizáló hímeket. Az Aggteleki Nemzeti Park ugyan nincsen közel, de most bepótoljuk azt, amit tavaly nem csináltunk meg. Megpróbálunk végre lejutni a barlangba, amiből itt van elég sok, úgyhogy lesz mit csinálni. A barlang főbejáratát nehéz összekeverni Zacskószottyival, mert egy kimondottan robosztus és impozáns sziklás hegyoromról lehet megismerni, ami már messziről látszik. Thank you.
Az esőnek csak a rövidített túra másik bejáratához vezető lépcsőzés és séta miatt nem örültünk annyira, de később kiderül, hogy miért nem bántuk az esőt. A barlangban állandó 10 Celsius fokos hőmérséklet van. Ezért még nyáron is erősen ajánlott egy pulóvert hozni magunkkal, ha terve van, hogy lemegyünk. Haladva a mély felé egyre több még élő cseppkövet láthatunk. Ellentétben a bejárathoz közeli részeken a cseppkövek nagy része halott. Ez azt jelenti, hogy szennyeződés vagy elmohásodás miatt már megszáradtak és többé nem növekednek. A barlangrendszer felfedezése idején, illetve az akkori bányászati munkák során még fáklyákkal világítottak. Az ezáltal keletkezett füst miatt sok képződmény bekormolódott. Emiatt látszanak a füstös nyomok a felületükön. A teljes barlangrendszerből még a leghosszabb kiépített túrával együtt is csak egy rövid rész járható. A járatok teljes hossza 25 000 méter. Ennek természetesen a nagy része nem járható, csak speciálisan képzett barlangászok komoly felszereléssel és külön engedéllyel mehetnek be. A barlangban csak a túrák idején világítanak a lámpák. Ez azért van, hogy a fényben növekedni képes mohák ne tudjanak elszaporodni és ne tegyék tönkre a cseppkők képződményeket. Sajnos hiába a rövid idejű világítás, néhol így is szaporodik a növényzet. A mélyben az állatvilág is elég szegényes, szinte csak denevérek élnek odalent. De egy ilyen túra során valószínűleg velük sem fogunk találkozni, hiszen leginkább az olyan járatokba költöztek be, ahová nem járnak napi rendszerességgel a látogatók. Párás frontlencsével, de kijutottunk a barlangból. Érdekes volt. És most a Mátrában nagyon jól bevált taktikát követve, eső után visszamegyünk oda, ahol szalamandrák élnek. Hát ha már itt vagyunk, ugye, alapon. A sorozatban már több alkalommal mutattunk be szalamandrákat, szinte akármerre jártunk, főleg hegyvidékeken mindig találkoztunk egy-egy populációval, de most pontot teszünk a történet végére. Egy évnyi szalamandra kutatás után úgy tűnik saját magunk is megtapasztaltuk, hogy miként változnak a viselkedési szokások populációnként. Lehet, hogy beigazolódik az a teória, amit gondoltunk a szalamandrákkal kapcsolatban, hogy bizony nem mindegyik populáció viselkedik egyformán. Se a bőrzsönyi, se a mátrai, se az aktelki populáció nem viselkedik pontosan ugyanúgy az időjárási viszonyokra. Még a mátraiak szinte azonnal takra pontosan kijöttek az esőbe, az aktelkiek valahogy nem feltétlenül.
Viszont aktákon délig lehet őket megfigyelni általában, még nyáron is. Míg mindenhol máshol, mondjuk reggel 7-kor már vége van. Egy évvel ezelőtt itt Aktelken tapasztalhattuk, hogy az ország többi tájától eltérően itt a hűvösebb levegő és a sűrű erdő miatt meglepően sokáig délig is aktívak maradnak a szalamandrák, akár a legforróbb nyári napokon is. De a szalamandra populációk szinte sehol sem viselkednek ugyanúgy, ez most már szinte bizonyossá vált nekünk. A sorozat egyik korábbi epizódjában a Mátrában jártunk. Hajnalban érkeztünk, de csak az eső után jöttek elő a szalamandrák, de eső után szinte azonnal. Sőt, ott még a vörös szalamandrát is megtaláltuk, ami kimondottan ritka. Ahogy egyre nyugatabbra haladunk Aktelektől, úgy egyre később vagy egyre ritkábban találkozhatunk a szalamandrákkal. Szintén a sorozat egyik korábbi részében a Börzsönyben jártunk. A Börzsönyben akárhányszor kimentünk, napközben sose találtunk szalamandrát, ezért próbáltuk meg akkor éjszaka, és akkor sikerrel jártunk. De ehhez éjszaka kellett mennünk. A sorozat egyik soha el nem készült nulladik részében a solymári szalamandrák után mentünk. Solymáron él egy populáció, ami szinte éjjel-nappal, reggel-este, télen-nyáron, esőben, napsütésben mindig kint vannak. Solymáron szinte akárhányszor jártunk, mindig rengeteg szalamandrát találtunk. Úgyhogy ha valaki biztosra akar menni, Solymára menjen.